Hagyomány már Nyíregyházán, hogy minden évben megrendezik december elején a Mikulás futást, ezúttal az atlétikai centrum lesz az esemény helyszíne szombaton délelőtt. Már reggel 9 órától várják a családokat, és újdonság, hogy ezúttal regisztrálni kell az érkezéskor, és mindenki karszalagot kap. Mindez a nyeremény sorsalásnál tombol a szelvényként működik minden gyereket meg fogunk ajándékozni, de nagyon fontos az, hogy 9 órakor van kapunyitása rendezvényen, és regisztrálni kell, tehát érkezzenek minél hamarabb eleve az, hogy parkolót is nehezebben fognak találni mind a két irányból, aki nincs utca felől is próbáljanak meg bejutni a atlétikai centrum területére, és 20 asztalnál fogják a kollégáim, kolléganőim regisztrálni a résztvevőket, és csak tudnak elindulni, akik megkapják a karszalagot. Lényeges a karszalag, hiszen a, a végén a karszalagon lévő számok alapján fogunk három fantasztikus nagy ajándékot tombola jelleggel kisorsolni. Köhami Rihárd, a szervező Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője kiemelte, lesz nyílt, ovis, iskolás és családi futás is. Utóbbinál kézen fogva kell teljesíteni a távot, de számos kiegészítő programmal is várják a családokat. Az eseményt az OTP Bank is támogatja több éve támogatjuk ezt a rendezvényt, és az igazából beleilleszkedik az OTP hosszú távú céljaiba, illetve a, a, társadalmi szerepvállalásába. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén is itt lehetünk. Nagyon fontos, hogy olyan rendezvényt tudunk támogatni, a, ami a gyerekeknek szól, a gyerekekről, egy közös mozgásról, hagyományt, hagyományt őriz, és minden mellett megmozgat több sok-sok embert, több ezer gyereket családot. Azt gondoljuk, hogy fontosak ezek a rendezvények, jó ezen jelen lenni, a kollégáink, a közösen családok részt tudnak venni rajta. Fontos az, hogy a gyerekeknek szól, egészséges életmódra nevel, a mozgást, maga a mozgás örömét azt, azt népszerűsíti. Remélem az idén is nagyon sokan el tudnak jönni erre a rendezvényre. Az idő az kegyes lesz velünk, és hát reméljük, hogy a Mikulás is szánkon tud érkezni a gyerekek nagy örömére. Ezúttal is lesz Mikulás Express és minden résztvevő ajándékot kap. A belépés ingyenes, az első rajt 10 órakor indul.